Közéleti magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket! Mai műsorunkból megtudhatják, hogy zajlik a munka járvány idején a Tolna megyei önkormányzatnál. Szó lesz a bíróságokat érintő változásokról, és a zombai véradásra is ellátogatunk, mert vért adni a veszélyhelyzetben különösen fontos. Tartsanak velünk! A kormány várhatóan ismét szerepet ad a megyéknek a következő időszakok fejlesztési elképzeléseiben. Tolna megyében azért, hogy valamennyi település be tudjon kapcsolódni a jövő építésébe, Tolna 109 néven programot indított a megyei önkormányzat. 2019 végén alakult meg az új Tolna megyei közgyűlés, költségvetést fogadott el, koordinálta a megyei fejlesztéseket és tervezte a következő éveket, amikor jött a koronavírus. Meg kell, hogy mondjam, nem ért bennünket váratlanul ez a járvány, hiszen Európa szerte már akkor több országba előrébb jártak nálunk az elterjedéssel kapcsolatban. Büszkén mondhatom, hogy jelenállás szerint Tolna megye bent van abban az első három megyében, ahol a legalacsonyabb szintű a fertőzöttség. Ez jelzi azt, hogy a Tolna megyei emberek, Tolna megye lakossága komolyan vette ezt a kérést, amit a kormányzat megfogalmazott a vírussal szembeni harc kapcsán, hogy próbáljuk kerülni azokat a helyeket, ahol át tudjuk adni egymásnak ezt a vírust. A megyei települések is partnerek ebbe, és megállapíthatjuk, hogy Tolna megye összességében jó eredményeket mutat a vírussal szembeni harc kapcsán. Fontos az, hogy a következő időszakban is továbbra is tartsuk azokat a szabályokat, amelyeket meghatároznak számunkra, és emellett végezzük a dolgunkat, hiszen otthonról is kiderült, kiválóan lehet dolgozni, és hát nyilván azok a szakmák, amelyek építenek, mint például a köművesek, festők, asztalosok, villanyszerelők, tehát akik az építkezéseken szerepet játszanak, azok továbbra is tudják folytatni a munkájukat. Nyilván az elején is neki láttunk különböző menekülési útvonalak keresésébe, de rájöttünk, hogy az lesz a legjobb, hogyha az előre kitűzött metódus szerint megpróbálunk alkalmazkodni az eseményekhez, és ezt elfogadták az osztályvezetők, tehát az egész apparátus úgy gondolta, hogy otthonról is megpróbáljuk ellátni a feladatunkat, és kiválóan működik a dolog. Hiányzunk nagyjából egymásnak elég gyakran, ilyenkor a telefon, meg a Skype, meg a különböző elektrotechnikai csodák azok, amelyek segítenek nekünk, de minden héten azért a vezetők összejönnek, ha külön-külön is, ha párban is, ha kis csoportokban is, de megbeszéljük a heti teendőnket. Ma is itt vagyunk Szekszárdon, nem csak én, főjegyzőasszony is itt van, aljegyzőasszony is, és tulajdonképpen zajlik az élet, és dolgozunk. Alapvető célunk, hogy ne veszítsenek a Tolna megyei emberek sokat ezzel a járvánnyal. Éppen ezért minden egyes olyan projektet, amely aktualitását éri el, azt megpróbáljuk végrehajtani közösen az önkormányzatokkal. A koronavírus járvány miatt a megyében zajló települési fejlesztések nem szenvednek csorbát, ahol elkezdődött a munka, ott be is tudják fejezni. Csúszásaink vannak, de ezek nem elsősorban a vírusnak köszönhető, hanem vagy kivitelezői kapacitás hiány, tehát elég sok a munkájuk a különböző építőipari szakmásoknak, vagy pedig a pályázatoknál visszaküldött, visszadobott pályázat, javítandó pályázatok miatt is csúszások vannak egy-két esetben, de ezek mind technikailag áthidalhatók és nem köthetők igazán szorosan a vírushoz. Egy új koncepció is megfogalmazódott a megyei önkormányzatnál, Tolna 109 néven. Ennek lényege, hogy valamennyi települést bekapcsolják a megye fejlesztésébe. 109 település alkotja Tolna megyét, és a 109 településnek körülbelül 60%-a, 65%-a úgy látjuk aktívan részt vesz a megye közéletében, ami a különböző feladatellátásban, a különböző tervezésben, a különböző jövőbeni elképzelések megfogalmazásában játszanak szerepet, és ezek a települések nagyon aktívan részt vesznek ebben a munkában. Azt szeretnénk, hogy ezt közelíteni a 100%-ot, tehát további községek, települések csatlakoznának hozzánk. Ez azért fontos, mert aki ebből kimarad, lehet, hogy a fejlesztési információkból is kimarad, és nem biztos, hogy odaérnek arra a határidőre, amire majd oda kell érni.
Úgy tudjuk, hogy a kormányzat ismét szerepet kíván adni a megyéknek a következő időszakok fejlesztési elképzeléseiben. Nekünk készen kell arra állni, hogy X településen legyen meg az elképzelés, hogy oda óvodát szeretnének építeni, vagy az iskolát szeretnék bővíteni, vagy a település vízellátását, szennyvízellátását, vagy egyéb más jellegű közcéljait fogalmazzák meg, és hogyha sikerül, akkor azt gondolom, hogy mi felkészültünk arra, hogy Tolna megye tovább fejlődjön. Ez azt jelenti, hogy a megye vezetői kapcsolatba lépnek, ha lehet, fel is keresik azokat a településeket, ahol eddig valami miatt nem voltak elképzelések a jövőt illetően. Emberi tényezők azok mindig a háttér mögött szerepet játszhatnak. Meg kell közelítenünk azokat a településeket valamilyen módon, nyilván az embereken, a vezetőkön keresztül, amelyek eddig kimaradtak ebből a történetből. Én hiszek abban, hogy egy párbeszéd, egy helyzetértékelés, egy cél megfogalmazás, az egyrészt a település viszonyát át tudja rendezni a megyével kapcsolatban, másodszorban pedig a kis településeknek segít a megye abban, hogy értelmes, pozitív és elfogadható célokat tudjanak fogalmazni maguknak és az ott élő embereknek. Most viszont még a járvány miatt mindenki otthonról dolgozik, a bizottságok ennek ellenére is működnek a megyén. Bizottsági ülésünk volt már, top bizottsági ülés. Május 3-án én azt gondolom, miniszterelnök úr be fog jelenteni olyan könnyítéseket, amelyek nekünk is segíteni fognak. Tehát például lehet, hogy a kellő óvatossággal meg tudjuk tartani élőben a közgyűléseinket. Erre készülünk. Elsősorban ugye védekezéssel kapcsolatos feladataink vannak, hál' Istennek nagyon nem vesznek bennünket igénybe. Ezügyben az egészségügyi és a válságstábok. Én megmondom őszintén személyes véleményem, hogy kiválóan működik a rendszer. Fegyelmezetten és eléggé határozottan hozzák meg a döntéseket, és ez az embereknek pozitívan jön vissza. Tehát a közvélemény is azt mondja, hogy így kellene ezt csinálni máskor is. A Tolna megyei önkormányzat a fejlesztések koordinálása mellett számos, elsősorban a megyei értékek védelmét segítő folyamatnak, mozgalomnak is irányítója. Az ezekhez kapcsolódó rendezvények most elmaradnak, megyenap viszont, ha máshogy is, de lesz. Úgy tervezzük, és erről még ugye közülési határozat nincs, de szerintem nem is kell, hiszen arról döntöttünk, hogy a megyenapot minden év szeptember 1-én megtartjuk, és az idén is lesz megyenap. A körülményeket még nem ismerjük, megvárjuk az akkori álláspontot, amit az aktuális kormányzat majd megfogalmaz, és mi ahhoz alkalmazkodni fogunk. Ha szükséges, akkor nagy csindadrattával két ember fogja átadni az egy embernek a díjat, de ha lehetséges, akkor ugyanúgy megtartjuk a hagyományos összejövetelt, ünneppel, kis étkezéssel, megemlékezéssel, fanfárokkal és tévével és rádióval. A járványból hátralévő időszakra a megyei közgyűlés elnöke is arra buzdít, hogy mindenki tartson ki. Én azt üzenem a Tolna megyeieknek, hogy így tovább. Továbbra is fegyelmezetten, kitartóan kell követni azokat az egészségügyi elképzeléseket, amelyeket megfogalmaznak számunkra, és akkor azt ígérhetjük, hogy reményeink szerint, és azért itt azért ezt is hozzá kell tenni, mert azért itt sok változós a történet, kiváló eredményt fogunk elérni a koronavírussal szembeni küzdelemben. És ez nem országos viszonylatról, nem megyei viszonylatról szól, hanem az nemzetek közötti összehasonlításban is szerintem nagyon jó eredményt fog Magyarország felmutatni, éppen azáltal, hogy a magyar emberek partnerek ebben. Akár okostelefonos videóhíváson keresztül is tarthatnak tárgyalásokat a bírók. Az ügyeket folyamatosan tárgyalják, viszont a veszélyhelyzet miatt számos változás történt a perek menetében. Szintén változás, hogy a karanténszabályok megsértéséért most már akár börtön is kiszabható. Hetek óta zárva vannak a bíróságok, március közepe óta ezekbe az intézményekbe nem léphetnek be civilek, a folyamatban levő ügyek feldolgozása viszont nem állt le, a bírók és a bírósági alkalmazottak folyamatosan dolgoznak. A bírósági eljárások kezdeményezése mindenki számára nyitva áll, továbbra is online, elektronikus úton, amennyiben ez nem lehetséges, papír alapon lehet kezdeményezni minden bíróságon és minden ügyszakban az eljárásokat. Speciális rendelkezésre
rendelkezés ehhez, hogy az ügyfelek rendelkezzenek ügyfélkapuval, cégkapuval, vagy úgynevezett hivatali kapuval. Ehhez a regisztrációt a www.magyarország.hu internetes oldalon tudják elérni. Amennyiben rendelkeznek már ezzel a bizonyos ügyfélkapu regisztrációval, úgy a bíróságokhoz lehet fordulni. Itt bővebb információkat a bíróság.hu internetes oldalon találhatnak meg az ügyfelek, ahol elektronikus nyomtatványaink találhatók, illetve papíralapú nyomtatványok is megtalálhatók. Ezekkel lehet az eljárásokat elkezdeni, illetve tovább folytatni. A veszélyhelyzetre való tekintettel most a bíróságokon minden ügyszakban különleges intézkedések szerint zajlik a munka, így a tárgyalások is. Ügyszakonkénti bontásban ezek a következők. Polgári ügyszakban a keresetlevelet, a keresetet tartalmazó iratot, a viszontkeresetet, illetve a beszámítási kifogást az ügyvéd nélkül eljáró felek kizárólag írásban tehetik meg, azonban újdonság, hogy nem szükséges már ezeket az elektronikus nyomtatványokat használni, hanem az ügyvéd nélkül eljáró felek kérelmeiket írásban leírják nyomtatvány kitöltése nélkül, és ezeket vagy postai úton, vagy pedig a bíróságok előtt elhelyezett hűtőládába bedobva eljuttathatják a bírósághoz, így megindíthatják az ügyeiket, illetve a folyamatban lévő ügyekben kommunikálhatnak a bírósággal. A polgári peres eljárásokban tárgyalást lehet tartani, de ezeket kizárólag olyan elektronikai eszközzel lehet megtartani, amely alkalmas arra, hogy a bíróság beazonosítsa a feleket, illetve kép- és hangfelvételt készítsen róluk. Itt fontos kiemelni, hogy a kormányrendelet újítást tartalmaz, most már nem csak a zárt rendszerű távmeghallgatással lehet tárgyalásokat tartani, hanem bármilyen olyan elektronikus eszközzel, amiben láthatjuk, illetve hallhatjuk a feleket, értek ez alatt elektronikus kapcsolatot, Skype kapcsolatot, Messenger kapcsolatot, illetve számos lehetősége lesz majd a bíróságnak, hogy kommunikáljanak az ügyfelekkel. Amennyiben nem folytatható le így a tárgyalás, úgy ezekben az esetekben ez a határidő a veszélyhelyzet ideje alatt a határidőkben nem számít bele. Ebben az esetben a bíróság erről egy végzést hoz, hogy nem tudta ilyen módon megtartani az eljárási cselekményt, és tájékoztatja a feleket a jogkövetkezményekről. Vagyis nem érdemes kihasználni, hogy nem lehet személyesen megjelenni a bíróságokon. Ehelyett annak, aki eredményesen akar lezárni egy ügyet, fontos, hogy elérhető legyen akár okostelefonon keresztül is. A változások a gazdasági és a közigazgatási bírósági ügyeket is érintik, és természetesen a büntető ügyekre is rendkívüli szabályok vonatkoznak. Gazdasági ügyszakban, cégeljárásokban, illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokban továbbra is működik a bíróság, azonban kizárólag írásban kommunikálnak, elektronikus online módon történik itt a beadványok beadása, illetve az azokra történő válaszadás. Közigazgatási ügyszakban a közigazgatási bíróságok kizárólag tárgyaláson kívül járhatnak el. Végül a büntető ügyszakban is jelentős változásokat hozott a kormányrendelet. A legelső és legfontosabb változás talán az, hogy a 65. életévüket betöltött embereket külön kérelem nélkül is különleges bánásmódot igénylő személyeknek kell tekinteni, és a büntetőeljárás törvényben felsorolt speciális szabályokat kell velük szemben alkalmazni. A második nagyon fontos változás, hogy a büntető eljárások is tovább folynak a bíróságok előtt. Amennyiben lehetőség van a büntetőeljárások folytatására, úgy azt elsősorban tárgyaláson kívül végzi el a bíróság. Amennyiben viszont olyan eljárási cselekményt kell foganatosítani, amely személyes jelenlétet igényel, úgy a bíróság a személyes jelenlétet igénylő eljárási cselekményeket megpróbálja elektronikus úton lefolytatni, tehát elsősorban a távmeghallgatással, másodszorban pedig bármilyen olyan elektronikus kommunikáció útján, ahol a kép- és hangfelvétel biztosítható, és a felek beazonosíthatók, illetve követhető az eljárási esemény. A bírósági idézések és az értesítések szabályai is megváltoztak. Amennyiben lehetőség van rá is ismert, akkor elektronikus úton, e-mail útján történnek az idézések, illetve telefonon vagy egyéb olyan telekommunikációs eszközzel, amelyel elérhető a cél és az érintett megtudja, mikor lesz az eljárási cselekmény és milyen úton, módon kell azt foganatosítani. Újdonság az is, hogy azóta, hogy a parlament elfogadta a felhatalmazási törvényt, a karantén szabályok megsértésére vonatkozó büntetési tételek is módosultak. A hatályba lépett felhatalmazási törvény lehetőséget ad arra, hogy ne csak pénzbírságot vagy legfeljebb 90 napos elzárást kaphassanak azok, akik karantén ideje alatt hagyják el az otthonaikat.
Most már akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, aki a járvány idején a járványügyi elkülönítés szabályait megszegi. A börtönbüntetések kiszabásáról továbbra is a bíróságoknak kell dönteniük, ilyenekre eddig még nem volt példa az országban, viszont már a rendőrség saját hatáskörben is büntethet, tárgyalás nélkül, ők pénzbírságot szabhatnak ki a helyszínen. Ha a tettenérés a rendőrség eljárásában történik, akkor a rendőrség jogosult eljárni, és jogosult akár feljelentést tenni, vagy bírságot kiszabni, ez a bírság akár 500 000 forintig is terjedhet. A bíróságokat érintő változások a veszélyhelyzet visszavonásáig lesznek érvényben. Több mint 30-an adtak vért Zombán, ez különösen soknak számít a településen. A Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatója azt mondja, koronavírus idején is fontos, hogy az emberek adjanak vért, mert az életmentő műtéteknél hatalmas szükség van rá. Közéleti magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!